éjfél után nagyjából 00:30-kor értünk ide, szállások közül már nem nagyon lehetett válogatni. Úgyhogy úgy esett, hogy 10 dollárért találtam egy szállást, külföldön talán még soha nem is sikerült ennyiért, de hát persze nem a legmagasabb kategóriájú. Ezen a nagyon kellemes helyen meg is mutatom. Tényleg egy nagyon egyszerű szoba. Van benne egy fürdőszoba, azt inkább nem mutatom meg, WC-vel és egy egyszerű ágy. Úgyhogy innen indulok a Mont Batur, vagyis a Batur-hegy felfedezésére. Elindulok fölfelé a Mont Baturra, vagyis a Batur-hegyre. Itt van előttem Bali egyik legszebb fekvésű vulkánja. Remélem, hogy eloszlik a köd, amíg fölérek. Mögöttem pedig ott van a tó. Maga a hegy nem túl nagy kihívás, másfél óra alatt el lehet érni a csúcsot, a túra 1100 méter magasról indul és 1700-ig emelkedik. És hála Istennek a felhők is oszlani kezdtek. Körbe látszik az eredeti vulkán hatalmas kalderája, a csúcs pedig, ahova most megyek, még ott van fönt előttem. Ott még vannak felhők. Na hajrá! Én azt reméltem, hogy az óceánból is látok majd valamit. Tehát nem ez a helyzet, még ott sem, ahol pedig nincsenek felhők, de hát így is gyönyörű a tó, illetve a mögötte levő felhőbe burkolózó hegyek. Amíg megfordultam, a padra letett pénztárcámat. Majom, elvittem majom! Majom, elvittem majom! Majom, elvittem majom! Megőrülök. Mi lesz, ha megeszik a pénztárcámat? Hogy megyek oda? Nagyon aranyosak vagytok. Csak a pénztárcámat adjátok vissza. Ja, Istenem! Jó, egy kártyát elvehetsz, csak ne a bankkártyát. Keresd te is, Plöki! Jó? Hát... iszonyú élek jelenléttel, az utolsó 50 eurósom is megvan. Hú, nem volt semmi, onnan jöttem le. Elég meredek. Hihetetlen, gyakorlatilag csak annyi időre tettem le, hogy magamról egy videót készítsek. 20 másodperc, maximum 25 volt tőlem 2 méterre egy padon. És erre 3 majom ott terem. Hú, szóval a Mont Baturon ezt az egyet nem vártam. Tessék! Ott játszanak a pénztárcámmal ezek a majmok. Hát végül is mindent meg lehet csodával határos módon. Míg ott van az európai egészségbiztosítási kártyám. Még azért lemegyek. Kutya rengeteg van, de nem bántanak. Nagyon cuki. És most ott fogok végigmenni szépen a gerincen. Sietni kell, mert közben jönnek a felhők. Hopp, már nem látszik a túloldal, ez gyorsan ment. Thank you.
Szóval az történt, hogy jött egy hideg szél, és az összes pára elkezd felszállni. Itt megcsapott az előbb, lehet itt is látni, ahogy felbukik ez a gőz, ez meleg levegő. És hát itt a kráter szélén megy tovább az út. Az egyik irányba a kúpnak a külső oldala, a másikba pedig bent maga a kürtő, amiből most semmi sem látszik, mert mindent elborít a pára. Azóta is. Na jó, megyek. Na, lett egy vezető kutyám. Mutasd. Szépen a kürtő körül lehet jönni. Ahogy jött, el is ment ez a nagy felhő, és ott a túloldalon lehet látni, ott voltam fönt az előbb, ott ért a majom támadás, és valahol azon a hegyoldalon van most a pénztárcám. Igazából ez nem is esőpára, hanem vulkáni gőz. Kénes szaga van, és nem is mindenhol jön, csak egy-két helyen. Például ott szemben lehet látni. Bali az egyetlen indonész sziget, ahol többségi vallásként megmaradt a hinduizmus. Útközben több oltárt is láttam, amelyeken volt is ételáldozat az istenek számára. Kutyus! Bali szigetén a vulkáni működés egyik jeleként meleg víz tör fel, aminek következtében több helyen forró vizes fürdők nyílnak. Szerencsém van, mert az én szállásomon is. Ez a három medencés egység áll rendelkezésemre. 41, 36, illetve 32 fokos kis medencékkel, vulkáni eredetű forró vízzel. Úgyhogy ebben most megmártózom a vulkánmászás után. Hát akkor a nagy fáradtság után ebben a 40 fokos vízben egy avokádó dzsúzzal pihenem ki magam, ugyanis a helyieknek, a szállásadómnak saját termesztésű avokádójából készült. Kicsit elerett az eső, de ez semmi problémát nem jelent. Úgyhogy az első bali fürdésem az egy ilyen vulkanikus termálvízben történt. Egészségünkre! Hello! Szívből ajánlom mindenkinek Balin. A hely neve Vulcano Sari.